Úgyhogy igen, úgyhogy ezek nagyon fontosak. Put the fire out. Vagy put out the fire. Igen. Ugye nem mindegy, nem mindegy, hogy mit csinálok azzal a tűzzel. Kiviszem pick it up, vagy pick up it. Melyik a helyes, melyik nem? Ez a kérdés. Igen, írjátok meg kommentben. Úgyhogy igen, szóval nagyon, ezek nagyon olyan szavak, amiket így érdemes tudni. Most néhány kifejezést hoztunk, és akkor ugye ezeket itt tudjátok használni. Meg ami most eszembe jutott. Hát tudod, amikor a to, megtanulják, hogy to után V1-es alak, tehát a sima alak igen, jön. Igen, a need. Igen, a to eat. Igen. És van olyan to, képzeljétek el, ami prepozíció. És utána mi jön? Prepozíció után mindig inges alak. És nagyon sokan a look forward to után sima alakot használnak, pedig igen, ott a to az nem az infinitív, hanem ott egy prepozíciót, tehát look forward to hearing így from van. You. És ha már a used-nál vagyunk, hogyha azt mondom, hogy I used to drink a lot, vagy I'm used to drinking a lot. Így van. Hát nagyon nem mindegy, hogy mit jelent. Írjátok meg ezt is kommentben, hogy mikor mit jelent. Így I van. Used to drink a lot, meg a I'm used meg to. Ugyanaz, meg amikor get used to, igen, és ott is. Igen, igen. I'm getting used to drinking a lot. Így van. Szóval lehet ez bővíteni. Ez miért nem jó, igen, de azért, igen, mert ide inges alak kell. De miért kell inges alak? Azért, mert itt. Mást jelent. Mert hát teljesen mást jelent. Ugye, hogy régen ittam sokat, megszoktam, hogy sokat iszom, vagy most kezdem megszokni, hogy sokat iszom. De ez a három, csak mikor melyik? I used to drink a lot, I'm used to drinking a lot, I'm getting used to drinking a lot. Szóval, hogy ezek azok a dolgok, amiket meg kell tanulni. És ezeket is lehet mind a 12 igeidőbe áttenni. Így van, hát halljaj. De most, a 12 igeidő az egy teljesen külön és nagyon hosszú anyag. Tegyétek át, légy szíves, Future Simple-be a get used to plusz inges alakot. Jó, igen, és írjátok meg nekünk. Hogy mi a helyes? Hogyan lesz helyes? És mondjatok egy mondatot vele. Mert azért mert az úgy is, is lehet. Igen, mert ugye a phrasal verb-öknek a megtanulásához azt hiszem az elengedhetetlen azért, hogy, hogy kontextusban látjuk. És a szerkezetet. A szerkezetet is látjuk, és hogy kontextusban látjuk. És hogy a szerkezetnek mi a képlete, és a képletbe hogyan rakod bele, és utána ezt begyakorolod, és akkor már nem kell gondolkodnod ezen. Vagy fordítva. Hogy azt mondod, hogy oké, én ezt megtanulom, mert látom egy mondatban, ez phrasal verb. Megjegyzem, mert meg tudom jegyezni, hogy oké, akkor ez azt jelenti, hogy put out the fire, és akkor, vagy put the fire out. Ugye? És akkor ezt így megjegyzem. És utána elkezdek gondolkodni, hogy nyelvtanilag ez hogy lenne más igeidőkben, pontosan, vagy más szerkezetekben, vagy kérdésben, vagy tagadásban. Ugye ne felejtsük el a kérdést és a tagadást, mert azért ezeknél ezek fontos kérdések. Főleg, hogy hova kerül, mi kerül hova, hogyha megfordítom így a van kérdésnél a szórendet. Így van. Szóval, hogy ezek nagyon fontosak, és mint mondtam, az online kurzusban ott van 35x3 phrasal verb minden témakörhöz, úgyhogy nagyon sok van így összeszedve, de most direkt nem onnan választottam, nem akarom így reklámozni azért, nem akarom reklámozni, azért van. Hát azért van ott, de az nem látszik, eltakarja a hajam itt, de nem lesz az ott, de hogy itt kifejezetten össze, így összeszedtem, még reggel bárni voltam, mert nem kellett mosni, de hogy összeszedtünk itt néhányat, ami... Meg amikor elválós vagy nem elválós. Pontosan. Mert van olyan, igen, ami elválós is, tehát hogy van, ami mind a kettő lehet, van, ami csak az egyik. Így van. Például a pick-up, az csak az egyik lehet. Így van. Melyik lehet a pick-up? Így van. Még egy kérdés, gyerünk, válaszoljunk. És aztán egyszer csak egy pick-upból lehet főnév? Bizony. Csak, ugye? Mert aztán átalakul. Vagy a pick-up, amikor elmész, meghozzák az árut, és elmész érte. Igen. És igen, akkor is már főnév. És akkor is már főnév, pontosan. Ugyanez a pin-upra is, igaz? Pin-up girl. Aztán ugye lesz belőle egy ilyen melléknév.